áld meg és szenteld meg a Szent Kereszt mellékoltárt, a Nepomuki Szent János mellékoltárt, a Szent József oltárt, a Szent Pál mellékoltárt, valamint a keresztelő kutat, a fájdalmas szűzanya feletti keresztet. Évekkel telt meg a tolnai nagy boldogasszony templom szombaton. A nem mindennapi szentmisére rengetegen voltak kíváncsiak. Nem véletlenül, hiszen a helyi közösség kerekéfordulót ünnepel idén. Éppen 250 éve, hogy a város ikonikus épületét felszentelte az akkori kalocsai érsek. Ennek apropóján most ismét onnan érkezett egyházi elöljáró Bábel Balázs személyében. Ő arról beszélt, 1773-ban, amikor a hazai kereszténység hányattatások és megpróbáltatások közepette volt kénytelen létezni, különleges teljesítménynek számított katolikus templomot emelni egy-egy településen. Azok az idők voltak akkor, amikor újrakezdett a magyarság és újrakezdett katolikus egyház. A magyarságra azért mondom, mert a török hódoltság után voltunk, ami nagyon letarolt ezt a tájat, illetve a 15 éves háború, és hát a katolikus egyház ad is újra kezdett. A Szentbeszédben emberi feledékenységből kihagytam, hogy itt valóban erőteljes volt a reformáció annak idején, amiről én sokat olvastam és tudok is, tehát ők is beletartoztak a újrakezdés és építés munkájába. Azt viszont említettem, hogy amikor a mohácsi csatába mentek a II. Lajos király hadai, akkor vele voltak a magyar püspökök is, és nem sokkal később, egy hónap múlva se kellett, hogy meghalljanak, 5 püspök és 2 érsek, többek közt a kalocsai érsek is ott halt meg. Ez is egyik oka volt akkoron, a katolikus egyház bizonyos fokú hiányának a török hódoltság alatt, hiszen a vezérkart elveszítettük, és a török az nagyon keményen üldözte a katolikus egyházat. Hiába az akkori nehézségek, a tolnai katolikusok a vészelteli időben is ragaszkodtak ahhoz, hogy saját templomuk legyen, amit fel is építettek, ennek pedig már negyed évezrede. 250 éves ez a templom, 1000 éves magyar államiságunknak egy negyedét felöleli. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, különösen a mostani háborútól terhes időkben. Sokszor félelmekkel gondolunk a jövőre, utánunk jövőkre, vajon mi lesz a sorsuk ennek a fölfordult világnak, összes visszássága eszünkbe jut. De azért vagyunk keresztény emberek, mert hiszünk és remélünk. Reméljük, hogy nem csak múltunk van, hanem jövőnk is. Pilinszkinek van egy mondása, a múlt a mi reményünk. Tehát, hogyha Isten megőrzött bennünket így hosszú ideig, akkor remélhetjük azt, hogy továbbra is velünk lesz gondviselése. Hát ez jelenti, hogy tetszett kérdezni számomra, a 250 éves templom jubileum benne nagy boldogasszony búcsújával, ami ismét csak magyarokat érinti ünnep, hiszen Szent István királyunk azon a napon ajánlotta föl a koronát, vel együtt magyar népét a szüzanyának. Tolnán nem csak 250 éve, most is erős a katolikus közösség. Ezt mutatja, hogy nem csak misék alkalmával tellik meg hétről hétre a templom, hanem akkor is, ha segítségre van szükség. Telnek múlnak az évek, évtizedek, sőt, hogyha a templomunkra vagy a kereszténységre is nézünk, akkor évszázadok, és nyilván egy templomnak is a belakása, az minden generációban egy fontos. Lesznek, akik elkezdték, lesznek, akik folytatják, lesznek, akik felépítették, valakiknek karban kell tartani, ezt a kőtemplomra építem. És valahol a közösségépítés is
nem mellékes, hogy azok, akik meghalnak, azok, akik kikopnak közülünk, tehát, hogy lesz-e majd újabb és újabb olyan emberek, akik képesek majd ezt a templomot betölteni. Azt gondolom, hogy minden helyi plébánosnak ez egy feladata, hogy kőtemplomot is gondozza, ápolja. Csak mondom, hogy nem végiben voltak beázásaink, lyukas lett a tető, fel kellett valakinek menni, másod-más problémák, és hogy ha meg is újítunk egy templomot, mindig nagy kérdés, hogy kinek. Mert ha kikopik a hit, az élő hit, akkor hiába vannak szép falaink. Hál' Istennek sok munkatársammal tudtunk most készülni erre a jubileumra. Azért voltak előmunkálatok, nem kevés, de sokan voltunk, és csak keveset kellett kinek-kinek ebből beleadnia. A helyi katolikus közösség tagjai közül többen tevékenyen is segítették az épület felújítását. Zsinka János például saját állványait adta kölcsön a benn dolgozó szakembereknek. Egyből örömest a dolog mellé álltunk, ez 2021. február utolsó hétvégén kezdődött, és most körülbelül 2 hete fejeződött be. A 4 oldal oltárt kellett állványoznunk, a nagy keresztet és a szószéket. A szószéket az 2-szer kellett állványozni, mert karácsony előtt van, amikor december, november végén, december elején, akkor felállványoztuk, de mivel jött a karácsony ünnep, 4 csúfoskagyot az állvány széjjel bontottuk, és akkor januárban újra állványoztuk. Nem kis feladat volt. A fiamnak van egy BT-je, a Tolnazik BT, és ő adta az állványt, egyszer itt volt segíteni, a munkája révén nem tudott állandóan idejönni, de mindent ér rám bizott, hála a Jóistenek, azt tudom mondani, mindenféle baleset neki, mindenféle a restaurátoroknak megfelelő volt az állvány, mindig kikértük a véleményüket, hogy hogyan építsük ő nekik, mindig egyszerűbb legyen a dolguk. Most is azt mondom, a Jóisten velünk volt, minden sikerült, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, és boldog is vagyok, hogy ennek a templomnak a történetébe a nevünk belekerült. És legyen ez az ünnep olyan alkalom, amikor a visszatekintés az előre tekintéssel folytatódik, mert a múlt kötelez bennünket, hogy ma a mában és a jó jövőben jó keresztények, Krisztus követők lehessünk.